A nyári szünet a diákmunka igazi szezonja. A még tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ilyenkor tömegével keresnek állást, hogy pénzt gyűjtsenek, vagy fedezzék a nyaralást, fesztiválozást. Nem árt viszont tudniuk, milyen szabályok vonatkoznak rájuk, mik a jogaik és a kötelezettségeik. A legfontosabb, hogy adózási szempontból ugyanolyan munkavállalónak számítanak, mint bárki más, vagyis a napi rutin megkezdése előtt szerződést kell kötniük a foglalkoztatójukkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, hogyha a diáknak nincs adóazonosító jele, vagy pedig elvesztette adókártyáját, akkor a NAV-tól igényelhet a 23T34-es nyomtatványon. A munkaszerződés 18 év alatt csak akkor érvényes, ha azt a szülő vagy a törvényes gyám is jóvá hagyja. A jövőbeni munkáltatót pedig célszerű előzetesen leellenőrizni. Ehhez az adóhatóságnak többféle adatbázisa is van, amik online elérhetőek. A diák munkából származó jövedelemre is érvényesíthető a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy az arra jogosult fiatalnak havonta bruttó 499.952 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ez akár havi maximum közel 75 ezer forintos adómegtakarítást jelenthet a 25 év alatti fiatal számára. Ennek az érvényesítését egyébként nem kell kérni külön a munkáltatótól kifizetőtől, mert az automatikusan történik, kivéve, hogyha a fiatal kéri annak a részleges vagy teljes mellőzését. A diák munkásnak pedig legalább a minimálbér összegét meg kell kapnia, ami most havi bruttó 232 ezer forintot jelent.